Tiszának partján virradok meg egyszer, hol ifjú létemben jártam sok ezerszer. Talán éppen ezen a helyen élte át Besenyei György azt a tiszai hajnalt, amely megihlette egyik legismertebb versének megírásában. A Tisza Bercelen született költő tiszteletére a község egyik civil szervezete állíttatott emlékhelyet a Tisza parton. Megihletett minket ez a gyönyörű tiszai táj a Besenyei ismert verse kapcsán, és egy spontán tiszaparti beszélgetéseken hangzott el ez, hogy jó lenne ennek a gyönyörű tájnak és Besenyeinek valahol itt is emléket állítani. És a verse kapcsán jött ez az ötlet gyakorlatilag, tiszteletes úr jóvoltából. Mi pedig vevők voltunk erre a felvetésre, és kb. 3 évvel ezelőtt határoztuk el, hogy egy emlékhelyet állítunk itt a Tiszaparton. Elég sok időt igénybe vett különböző engedélyek megszerzése, mivel természetvédelmi területenről van szó, és utána nagyban segítségünkre volt egy nyertes pályázat. Saját erőből nem tudtuk volna megvalósítani. Direkt erre az eseményre pályáztunk, és ebből tudtuk finanszírozni a különböző anyagoknak a beszerzését és az egésznek a megvalósítását. És most nagyon örülünk, hogy eljött ez a nap, hogy ezt átadhatjuk, ezt a kis emlékhelyet. A Magyar Falu Program pályázatából több mint 500 000 forintból alakították ki az emlékhelyet. Az Együtt Tisza Bercelért Egyesület kezdeményezését az önkormányzat is támogatta. Mi Tisza Bercelen mindig is nagyon fontosnak tartottuk Besenyei György emlékének és a kultuszának a megőrzését. Mi sem bizonyítja ezt jobban ez az esemény is, ami egy folytatás egy sorozatnak. Tavaly év végén az Ágis tragédiának 250 éves évfordulója, megjelenésének 250 éves évfordulója kapcsán sikerült megszervezni a szintén tiszabercei civilek kezdeményezésében segítségével egy méltó ünnepséget. Vidnai Győző, a térség országgyűlési képviselője Besenyei magyar felvilágosodásban betöltött szerepéről beszélt. Vitathatatlanul a magyar felvilágosodás kiemelkedő alakja, és gyakorlatilag az ő példája mutatja nekünk, és azért kelt egy emlékhely, hogy a gyerekeink, unokáink, az utánunk jövő nemzedék is érezze azt, hogy a 18. században, 18. század, 19. század fordulóján egy viszonylag műveletlen környezetből elkerülve hazajött, és azt látta, hogy műveltnek kell lenni, a magyar nyelvet kell fejleszteni, az irodalmi tudást kell fejleszteni, mert hogy a kultúrában gazdagok leszünk, akkor nagy nemzet lehetünk. Élete jó példával jár elő, hogy hinni kell, abban akarni kell, hogy mi is hozzájárulhatunk egy-egy ország, egy-egy nemzet fölemelkedéséhez. Az emléktáblán a Tiszának reggeli gyönyörűsége című Besenyei vers első 2 sora is olvasható. Az átadáson az is elhangzott, a költő sorai az időtlenséget tükrözik, őrzik a hely szellemét, amely a helyiek számára a Tiszához, a községhez és Besenyeihez való kötődésüket is hordozza.